Sziasztok! A mai videóban sütni fogunk. Kértétek, hogy legyen sütős videó. Hát nekem elég vacak sütőm van, talán még a pizza és a kenyérlángos, ami elmegy benne, illetve ma muffint fogunk sütni, méghozzá egy bocitúrós muffint. Hát szerintem kezdjük is el, mutatom, hogy mi kellenek hozzá. Maga a tésztához, bocsi, megy a mosogatógép, kell ugye cukor, liszt, kakaópor, sütőpor, tojás, olaj és tej. És majd a túrós foltokhoz túró kell, reszelt citrom, hogyha szeretnétek belerakni, és vaníliás cukor. Unikumos tartóban húzadara, és azt hiszem ennyi, illetve még ide egy tojás, de egy tojásból fogom én csinálni az egészet, tehát meg fogom spórolni. Egy-egy tojás kéne a tésztához is, meg a túrós folthoz, de én egy tojásba fogom a kettőt csinálni, és ilyen kis muffin formában fogom sütni. Ha nincs muffin formátok, tepsibe is csinálhatjátok szerintem. Kezdjük is el, én összeállítom előbb az alaptésztát. 250 g lisztet fogok használni, ezt beleöntöm ebbe a tálba. Nagyjából annyi. Jön bele az egy tojásnak a fele, mondjuk így ennyi. Jön bele a sütőpor, egy csomag. Egy csipet só. Így. 20 deka cukor, hát én ezt most nem mérem ki, csak úgy szemre. Evőkanál kakaópor. Kettő deciliter tej. És egy deciliter olaj. Tehát ez az alaptésztánk, az élesztőnk, bocsánat, a sütőkorunk már dolgozik, összekeverem, és akkor megcsinálom a túrót is. Összekevertem a tésztát, és akkor mindjárt beleöntöm a muffin formába. A túrós egyveleget. Igaz, hogy nekem egy fél kiló túrom van, de nem fogom belerakni mindet. Ugye volt egy fél tojásom, ahhoz hozzáadjuk a vaníliás cukrot. Rájöttem, hogy az elég kicsi az az edény, hogy összekeverjem itt a dolgokat. Úgyhogy igen, tehát a túró van benne ugye vaníliás cukor és a fél tojásom, és akkor rakok bele. Azt írt egyébként, hogy olyan két evőkanál búzadara kéne, mondjuk
250 g túlóhoz, de én annyit nem raktam bele, úgyhogy hát olyan egy evő kanálnyit fogok belerakni. Na, egy evő kanálnyi, így kb. És akkor még megy bele egy kis cukor is. Kis tálcukor. Hát 20 dekát írt, én csak így érzéssel rászórom. És akkor összekeverem. Hát azt nem mondom, hogy olyan szépek lettek, ez van, reméljük, hogy azért megsülnek és finomak lesznek. Most nagyon folyós lett a túróm, úgyhogy na mindegy, hát most így látjátok, hát nem egy remek mű, és akkor berakom a sütőbe, ha felmelegedett, és hát majd látom, hogy hogy sül. Nekem vacak sütőm van, úgyhogy nem tudok időt mondani. Sziasztok, visszatértünk, megsültek a muffinok, hát olyan 30 perc alatt sültek meg nekem. Hát nem lettek éppen egyformák, valamelyik laposabb, valamelyik nagyobb, kisebb. Most még forró, a recept szerint hagyni kell kihűlni, és utána tudom majd kivenni, mert valószínű, hogy így eltörne, vagy benne maradna, vagy nem tudom. Úgyhogy még meleg. Hát majd, hogyha kihűlt, akkor kiveszem, és akkor teszteljük, hogy milyen. Sziasztok! Elkészültek a muffinok. Hát én most kivettem ide hármat, de természetesen csak egyet fogok megkóstolni. Nézzük meg mondjuk ezt. Hát nagyon jó illat van. És megnézzük, hogy mennyire lehet levenni róla ezt a muffin papírt, mert jártam már úgy egyébként, hogy beleragad, úgy látom, hogy ez könnyedén lejön. Úgyhogy egy kicsit lehúzom, és akkor meg is kóstolom. Hát nézzük akkor meg szerintem. Így néz ki. Nagyon finom. Bár... Na, nyelek közben. Bár azt hozzáteszem, hogy én raktam bele egyébként cukrot, de én még egy kicsit édesebbre csináltam volna. Azt nem mondom, hogy olyan boci mintájú lett, mert elég sok túró volt. És én szinte már mindet ráraktam, tehát nem csináltam ilyen kis poltokat, hanem mindegyikre egy nagy pacnit raktam rá. Úgyhogy, hát így néz ki. Jó, így könnyű a tésztája, az alja. Remélem tetszett nektek ez a videó, és tudtam egy kis ötletet adni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan ismételten jövök majd főzős, kajás videókkal és a többivel, úgyhogy további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!